Cső van Brenor vagyok! Ma folytatjuk tovább itt a kis Railcraftos Steam-es tevékenységünket. Ma is elég érdekes gépeket hoztam, viszont egy apró, apró korrekció a tegn, tegnapi azt hiszem, tegnapi videóhoz képest, hogy ö, ugye azt mondtam, hogy ez a Steam Turbina, ez még jobb Steam előállító, hát ö, nagyjából úgy hülyeséget beszéltem, ugyanis ezzel majd... Ö, a Steam-et tudjuk felhasználni különböző dolgokra, igazából egyféle dologra, ami nem más, mint az EUV alakítás, de erre mindjárt rá is térünk, ugyanis maga a Steam Turbina lesz az első delikvensünk, amit előállítunk. Szóval, a Steam Turbina az ugye egy multiblokkos valami, így több ilyen Steam Turbine housingra lesz szükségünk. Ott látjátok is, hogy multiblock 3x2x2-es. Három darab ilyen Steam turbina housing előállításához szükségünk van 4 darab block of steel így a sarkokba, plusz sima steel létre, szintén 4 darabra, és így fogunk kapni 3 darab ilyen, ilyen housingot. Ezt a kraftolásos valamit kell nekünk megalkotni igazából 1, 2, 3, 4-szer, tehát összesen, 16 block of steel és 16 steel létre lesz szükségünk a teljes utc előállításához, és utána fogjuk szépen csinálunk egy ilyen hatos formát, rá még egy réteget, és hogyha itt szépen összeállt és látjátok ezt a kis kijelzőt, akkor el is készült a Steam turbinánk. Bele lehet nézni, itt lesz majd a rotornak a helye, erre is mindjárt kitérek, valamint itt lesz az, hogy hány százalékon működik a csodálatos kis turbinánk. Na, akkor nézzük a rotort, amit bele kell tenni. Hát először is szükségünk van ehhez stílre. Sima stílre. Valami okból fogva ez a logisztikus valami, ez nekem úgy működött, hogyha beleraktam ezt a három vackot, akkor ilyen, na, akkor ilyen flagpolt dob ki, viszont nem azt fogjuk kraftolni, hanem ha egy sima crafting table-ből benézzük, akkor a három stílre ez a turbina blade fog kijönni. Erre lesz nekünk szükségünk szám szerint 8 darabra. Ezután középre beteszünk egy blokkos stílt, és kész is a turbina diszkünk. És ha kész a turbina diszkünk, abból hármat szépen összekraftolunk, és lesz egy ilyen turbin rotorunk. Ebből gyorsan csinálunk egy stacket. Erre a turbin rotorra lesz nekünk szükségünk. Mindjárt is. Itt láthatjátok, hogy ugye van a sima Realcraftos turbin rotor, valamint itt még öt van mellette. Ezek a grektekes rotorok, ezek is mind ebbe a Steam turbinába valók, és ugye sokkal jobban működnek többnyire, mint a, a sima. Lehet próbálkozni vele, majd egy gregtekes update videónál szerintem fogunk térni rá, hogy ez így, hogy mint már. -e. Na már most semmi más dolgunk nincs, mint belerakni a rotort a megfelelő positionbe, és innentől a maga a steam turbina kész, viszont még nem fog működni, ugyanis szükségünk van hozzá ilyen uh, boilerekre, ugye ez teljesen mindegy, hogy miért használunk, ilyen, 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 nagy, nagy teljesítményűt raktam bele, ugye itt szépen termeli is nekünk mind a kettőben már a steamet, és itt van két módszer, hogy hogy lehet ezeket összekötni. Ugye alap esetben lehet a Steam-et átküldeni a turbinába egy Golden Pipe-on keresztül, és utána az EU-t kiküldeni kábelen, mondjuk egy mfs ba Ez az egyik megoldás, ez miért nem működik? De működik csak lassan. Na igen, ez az egyik megoldás, ugye nem egy 12-13%-nál följebb a Steam turbinánk, ellentétben ezzel az esettel, ahogy láthatjátok a kijelzőn is, folyamatosan 100%-on működik. Nos ez azért van, mert a Steam Boilerből nincs valami, ami lelassítsa, tehát látjátok, hogy itt a Golden Pipe az csak egy bizonyos mennyiségű Steamet képes tovább juttatni, Viszont, hogyha közvetlen mellette van, akkor mondjuk úgy, hogy korlátlan mennyiségben képes áttolni bele, így kihasználhatjuk a maximum kapacitást ezért mindenképpen ajánlott magát a steam turbinát közvetlen egy ilyen boiler mellé tenni, sokkal hatékonyabb lesz, és ugye az MFS út is lehet közvetlenül mellé tenni. Ő meg is tolta rendesen, pedig nincs olyan régen összerakva. Na, szóval nagyjából így ez erre jó. Egy rotor úgy magában, ugye látjátok, hogy dimidzselődik, 84 órát kellene real-time-ban kibírnia, tehát valós időben Működve nem Minecraft időben, ami úgy úgy 3-4 nap, valahogy úgy 3,5 nap talán, és maximum kapacitáson 200 EU per ticket fog nekünk itt kitermelni az mfs felé. Mi történik akkor, hogyha a turbina rotorunk, ö, hát mondjuk úgy, hogy eltörik, elvileg a szerkezetnek 40%-on, amikor van, akkor jeleznie kéne valamilyen formában, hát sajnos nem sikerült nem, mivel hogy én most ezt a 84 órának a 60%-át nem fogom végigvárni, viszont azt szerintem meg tudom mutatni, hogy hogy tudjuk javítani. Javításhoz a crafting table közepére kell betenni a turbinarotort, körbepakolni így blédekkel, és egy teljesen originál, hibamentes turbinarotort kapunk vissza, azt vissza is helyezzük, és már mehet is tovább az áramtermelés. Nagyjából ennyi az, amit egy ilyen turbina turbináról el tudtam nektek mondani. Jó szórakozást hozzá. És akkor térjünk át az egyéb multiblokkos témákra, még mindig a Steam-eknél maradva. Nézzük a Steam Ovent. A Steam Oven az szintén egy multiblokkos szerkezet, 2x2x2-es a mérete, ahogy láthatjátok a leírásában. Előállítása pedig úgy működik, hogy középre teszünk egy kemencét és körbepakoljuk steel plétekkel. Nem egy olyan nehéz dolog. Ezután pedig ugye szépen 2x2 plusz még egy szint. És így láthatjátok, hogy szépen átalakul ilyen, ilyen nyitható valamivé. Innentől kezdve bele lehet nézni, és ugye van egy kilenc slotos rész, még egy 9 slotos rész, valamik is hullámok, meg egy ilyen steam tároló, ugye 8000 steam-et képes eltárolni, ez 8 vödörnek felel meg. De ugye ajánlott használni a boiler tankot a helyet, hogy vödörrel pakolnánk bele a steam ami gyakorlatilag lehetetlen, mert így elillanna szerintem a vödörbe. Ezt nem lehet közvetlenül a boiler mellé tenni, próbáltam, és valamiért úgy nem tolja át, így mindenképp kell neki ez a pipe, hogy szépen áttolja nekünk. Maga a Steamoven az úgy dolgozik, hogy egyébként 12,8 másodperc alatt éget ki valamit, és akkor nézzük, hogy hogy is teszi ezt, mondjuk... És vas, mi van még itt? Ó, oh, Diamondor nagyon jó. Egyszerre kilenc anyagot képes kiégetni. Mondjuk ide ez a három, ide az a három, ide pedig az a három. Akkor indul csak el, amikor tele van Steam-mel, tehát most így végig fog nekünk pörögni. Szépen átdobja, átdobja a három-három anyagot, és ugye ilyenkor töltődik vissza a Steam, Ugye jó esetben gyorsabban visszatöltődik, mint ahogy kiégnek a cuccok, így folyamatosan tud dolgozni. És amint elindul egy menet, ugye látjátok, hogy teljesen lefogy belőle a Steam, és ezt kell neki visszaadni. Na, nagyjából ez az, amit ez a Steam Oven tud, természetesen pálypokkal ez is automatizálható, így a, a be- és kirakása. Végül pedig még egy dolgot hoztam nektek, ez nem más, mint a Rock Crusher. Ez is egy ilyen multiblokkos téma, viszont elég drágácska. Kell hozzá 4 darab piston, egy block of steel és négy darab diamond. Így fogunk kapni azért négyet belőle, de így is két ilyen kört le kell craftolnunk, Viszont lesz két extra... Két extra? Nem, nem két extra. A francokat három kört kell lekraftolnunk, és úgy pont kijön. Szóval ez is olyan, mint a Steam Turbina, egy 2x3-as alapja van, és még egy szintet föl kell húzni felé, és így szépen át fog alakulni a teteje ilyen fekete vacakká, meg oldalt, így látjuk a izéjét. Ugye ez is 9 bemenet, 9 kimenet, viszont ez MJ-vel dolgozik, amit most nem ilyen Realcraftos engine-ekkel fogok megcsinálni, mert azok elég lassúak, meg, meg nehéz lett volna, hogy most így összedobni, meg lusta voltam, meg ilyenek. S így láthatjátok, hogyha elegendő áramot kap, hát még ez az Electrical Enginek se termelnek annyit, hogy ez így folyamatosan maximumon legyen, viszont azért elég szépen dolgozik. Ha minden igaz, akkor 15 emlékel neki ahhoz, hogy ledaráljon egy ilyen valamit, és persze ezt is meg tudjuk úgy csinálni, hogy egyszerre többféle anyagot teszünk bele. Így, ni, Oda is, oda is. És akkor lássuk, hogy mit alkot a kis szerkezetünk. Hát kellett volna még egy pár engine gyorsabban haladjon. Hmm. És nem az, eg nem az összeset csinálja egyszerre? Érdekes. Hát akkor viszont ez így csak sorba állítani lehet, ahogy látom, na mindegy. Mi van akkor? Én ezt mindenki veszem, és akkor várunk még egy ilyen kis, kis lökködést, amilyen hangokat itt kiad nekem. Elvileg most akkor a szenet fogja nekünk így kiégetni, vagy kiégetni, ledarálni. Úgy is van. Hát akkor úgy látszik, hogy egyszerre csak egyet darál be, viszont többet tudunk benne tárolni. Ugye ezt is lehet uh, pipokkal, MR rendszerrel valószínűleg így automatizálni, lehet próbálkozni vele. Uh, nagyjából ennyi ez a multiblokkos téma. És akkor gyorsan ránézek, hogy vaj, mi lesz a következő részben. Uh, steam trap, ez egy igazán jó hangzó dolog. És ahogy látom, így nagyjából a gépeknek így a végére értünk, és, és, és innentől kezdve már komolyabban fogunk foglalkozni magukkal, a sinekkel és egyebekkel. Hogy pontosan mikor lesz ez, azt nem tudom, valószínű, hogy holnap megint fog jönni egy rész, attól függ majd, hogy hogy lesz időm ezt így összerakni. Holnap már sajnos meló van, úgyhogy lehet, hogy el fog csúszni egy nappal ez a, ez a tutorial videó. Na, ennyit mára, és akkor meglátjuk, hogy mikor jön a kövi. Cső van.